A Magyar Szocialista Párt elnöksége nagyon sajnálja, hogy Budapesten, az ország fővárosában október 12-én nem lehet szavazni egy baloldali főpolgármester jelöltre. Nagyon sajnálja, hogy a budapesti polgároknak nem adatott meg az, hogy a Magyar Szocialista Párt által javasolt főpolgármester jelölt és a programja megméretődjék. Ezért a felelősség a jelölő szervezetet és a demokratikus koalíciót terheli, és arról is folyt vita, hogy Boklos Lajos szerepvállalása nem megoldás, nem az egyedüli megoldás a főpolgármester jelölt választás tekintetében. Ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb a kerületekben zajló kampány, hiszen ha Újbudán Molnár Gyula, 13. kerületben Tóth József, 4. kerületben Trippon Norbert nyer, jóval erősebb közgyűlési szerepvállalást teszi lehetővé, kontrollat lehet tartani Tarlós István, és ezért arra buzdítjuk a következő két hétben az országos elnökség tagjai, hogy a fővárosiak a kerületekben, a fővárosi közgyűlés létszámában teremtsék meg a kontrollját a jelenlegi városvezetésnek. Mire értette azt, hogy a demokratikus koalíciója a felelősség? Hát ők közösen jelölték. Nem fogadták el a Magyar Szocialista Párt jelöltjét. Főpolgármester jelöltjét. De akkor miért támogatják Boklos Lajost? Ebben van vita a budapesti pártanács és az országos elnökség között, és ez a vita legitim. Ezzel együtt a véleményünk ez. Bocsánat, erre akkor az elnökség nem támogatta, hogy Boklos Lajos mögé bejön a budapesti? Az országos elnökség, mint ahogy jelezte, nagyon sajnálja, hogy a fővárosi polgárok nem tudnak baloldali főpolgármester jelöltre szavazni. Ezért viszont vannak fővárosban olyan kerületek, ahol baloldali jelöltek indulnak, polgármester jelöltek, és az ő kampányukat kívánja támogatni. De azt mondta Lukács Zoltán, hogy az elnökség arra kérte a budapesti pártanácsot, hogy értékazonos jelöltet támogassanak, és szerinted Boklos Lajos nem volt az, hogy nem az. Hát ez a kettő nem mond ellent egymásnak. Ezt én értem, csak akkor a budapesti szervezet mondott ellent az elnökségnek. Nem, ellen mondom, vitánk van, és ezt a vita legitim. És miért nem baloldali Boklos Lajos, hiszen ő egy szocialista kormánynak volt egy olyan minisztere, akire még a Fidesz is épített a gazdasági stabilizáció terén. Ez igaz, ha jól emlékszem, 2010-ben a Magyar Demokrata Fórum miniszterelnök jelöltje volt. Elnök úr, félnek attól, hogy most ezzel a döntéssel támogatják Boklos Lajost, ismét Gyurcsány Ferenc forgatókönyve szerint zajlanak az események, illetőleg korábban ugye ön találkozott Falus Ferenccel, viszont nyilvánosan nem jelentek meg. Mi volt ennek az oka? Illetőleg a harmadik kérdésem az lenne, hogy korábban, amikor még Falus Ferenc kampányára beszéltek, arról is szó volt, hogy fel kellene pörgetni ezt a kampányt. Miért nem tették? Nézzem, mai napon arra a kérdésre, hogy mi lett volna, ha arra már nincs értelme válaszolni, hiszen túl vagyunk ezen, Falus Ferenc már nem főpolgármester jelöltje a jelölő szervezetnek, és a Magyar Szocialista Párt nem tudja támogatni, hiszen lemondott erről a lehetőségről. Azt pedig azt gondolom, hogy a következő két hétben a Magyar Szocialista Párt országos elnöksége álláspontja szerint a kerületekben zajló kampány dönti el. Lehet-e kontrollt és lehet-e a változást létrehozni a fővárosban? Ez a kerületi kampányokban, a kerületi polgármester jelöltek támogatásában lesz mérhető. Tehát a Gyurcsány Ferenc forgatókönyvéről szó sincs már most nem jelentős. Engem ne haragudjon, ebben a helyzetben október 12-éig csak és egy dolog érdekel, hogy minden helyi közösségnek, akik változást szeretnének, azok tudják leadni szavazatukat október 12-én a Magyar Szocialista Párt és az összefogás jelöltjeire a kerületeire. És utána? Az pedig majd a következő időszak ezt teszi. Hogy csak az MSZP-s jelöltek mellett kampányolnak, hogy a közös jelöltek mellett is az elnökség tagjai? Én holnap Karácsony Gergely mellett fogok kampányolni a 14.